Ez a videó arról szól, hogy hogyan és miért vásárolhatsz meg egy vagy két karácsonyra tervezett különleges harckocsis kártyapaklit. A videó remélhetőleg minden szükséges információt tartalmaz, de ha mégsem, ne habozz kérdezni. A többség nyilván már ismer, és azt is tudja, hogy miről van szó, de a biztonság kedvéért a legelejéről kezdem. A videó szakaszokra van bontva, ezért könnyű átugrani a már ismert részeket. A legvégén van egy rövid összefoglaló, de nincs sok látnivaló, úgyhogy a videó technikailag podcastként is meghallgatható. Gyerekkorom óta lenyűgözött a technológia, azon belül is a hadi technika, de soha nem találtam elegendő általam ideálisnak tartott tartalmat. Olyan néhány sorosnál hosszabb magyar nyelvű cikkeket, amelyek szabatosak, de közérthetők amelyek felkeltik az érdeklődést a szakirodalom iránt, de egy átlagember is megérti őket, és nincsen szükség egy órára az elolvasásukhoz. A félreértések elkerülése véget, teljesen amatőr vagyok. Néhány, a haditechnika tudományos folyóiratban megjelent cikken, és egy tanulmányon kívül soha nem publikáltam, ezért több év előkészületet követően 2011-ben létrehoztam az elfnet.hu nevű honlapot, amely különleges vagy valamilyen szempontból érdekes harcjárművekkel és egyéb dolgokkal foglalkozik, ügyelve arra, hogy minden egyes cikk körülbelül két és fél oldalnyi szöveget és általában nyolc fotót tartalmazzon. Idén augusztus végén Kilenc évnyi működést követően felkerült az oldalra az ezredik írásom, és a honlap máig heti két új cikkel bővül, de emellett 2016-ban egy YouTube csatornát is elindítottam. A honlaphoz hasonlóan a csatorna is szokatlanul széles merítéssel rendelkezik, de szintén az írott cikkekhez hasonlóan a hangsúly mindig is a hadi technikán volt. Ennek részeként hosszabb előkészítés után 2020 márciusában elindítottam egy új sorozatot, amely a páncélos pakli nevet viseli. Minden egyes rész egy kevésbé ismert, vagy valamilyen szempontból fontos harckocsit mutat be, de azzal a csavarral, hogy minden évtizedből minden harckocsi gyártó országot egy-egy típus képviseli, ezért a közismert második világháborús amerikai, német vagy szovjet páncélosok mellett kanadai, japán és magyar harckocsik is felbukkannak. Az elmúlt bő fél évben a sorozat egy kicsi, de látszólag lelkes közönséget gyűjtött, és többeknek annyira megtetszett, hogy érdeklődtek, lehetne-e ebből igazi kártyát csinálni. A páncélos pakli nevét onnan kapta, hogy minden bemutatott harckocsit egy információs kártya képviseli, és mivel tulajdonképpen a dolognak nem volt akadálya, ezért nem kevés előkészületet követően megszületett ez a kampány. A pénzügyekről és egyéb információkról a későbbiekben lesz szó, de nézzük konkrétan miről is van szó. A következőkben az első pakliról lesz szó. Amennyiben ez nem érdekel, tekerj előre a képen látható időpontig. A páncélos pakli a klasszikus autós kártyákat idézi, amelyeket imádtam gyerekként, de soha nem értettem, hogy miért csak 5-6 adatot tüntetnek fel rajtuk, ezért a páncélos pakli lapjai igazi kis információs aranybányák. Nézzünk egy példát. Az adott lap háttere elárulja a harckocsi típusát. Eredetileg a lapok a szivárvány színeit követték, de a túlságosan hasonló lila és rózsaszín helyett bevezettem a barnát, emellett a könnyű, közepes és nehéz triót a citrom, narancs és vörös képviseli. Ez alap citrom tehát ez a típus egy könnyű harckocsi. Ezen felül a bal felső sarokban található a gyártország zászlaja, illetve felül a típus neve, a becenév és a biztonság kedvéért a nevesített kategória, hát ha valaki nem ismeri a színkódot. Ezek alatt található egy fotó az adott járműről. Majdnem mindegyik típus jobbra néz, de ez csak azért van így, mert a videók bélyegképén meg minden harckocsi balról látható. A kép alatt olvasható az adott harckocsi rendszeresítésének éve, majd az első modellváltozat hossza, szélessége és magassága. Az alsó szekcióban szerepel a fegyverzet, így a löveg és a géppuskák kalibere, lent a motor teljesítmény és a tömeg, illetve a kettő között a fajlagos teljesítmény. Jobb oldalon a harckocsi frontpáncélzata, oldalsó páncélzata, illetve torony páncélzatának vastagsága került feltüntetésre, még a jobb alsó szekcióban a legénység száma, a végsebesség és végül a gyártási darab szám szerepel, ezért talán nem túlzás azt mondani, hogy minden kártya egy-egy apró típus leírásként is értelmezhető. A kártyák majdnem teljesen azonosak a videókban láthatókkal, de az egész számra kerekített fajlagos teljesítményt nem találtam elegendőnek, ezért ebben a pakliban minden típus egy tizedesre kerekítve olvasható. Ezen kívül javítottam néhány apróságot. A harmadik év a tizedik részében például a kép mindkét oldalon 0,25 század pixellel keskenyebb volt, ami persze a képernyőkön ugyan nem látszott, de ettől még engem zavarta a tudat. Ezen kívül az egyetlen érdemi változtatás a sorrend, például az orosz cárharckocsi az eredeti S1E1 helyett a később meghatározott S1EB-ként szerepel, de semmi komoly. Az első pakli a következő kártyákból áll. A legtöbb autós kártya vagy 28 vagy 32 lapot tartalmaz, a páncélos pakli viszont igazodik a videósorozathoz. Az első évad öt normál részből áll, a végén a bónusz epizóddá átsorolt cárharckocsival. Többet nem, mert a bónusz részt leszámítva 1910 és 1919 között csak öt ország gyártott saját fejlesztésű harckocsit. A következő, második évad már hosszabb, 6 plusz 1 részes, az igazi nagyágyok viszont a harmadik évad a maga 14 plusz 1 részével, valamint a negyedik évad a 13 plusz egy epizóddal, ami összesen 42 kártya, olyan modellekkel, mint a világ egyetlen sorozatgyártású szuper nehéz harckocsi, a francia FCM Dussi, a magyarok által használt STVM21, vagy a német Panzer Dry. Aki kíváncsi a pontos típusokra, vagy bővebben egy adott harckocsira, annak ajánlom a Páncélos Pakli videósorozatot. A YouTube-on mindegyik rész elérhető. A sorozatot ismerőknek feltűnhetett, hogy most éppen itt tartunk. Ezen videó elkészítésekor a legújabb harckocsi az Ausztrál Sentinel volt, de a Bakli a Négy Évad összes részét tartalmazza, köztük az utolsó, egyelőre titkos bónusz epizódot is, amelyet a nézők választottak ki egy kétlépcsős szavazás során. Ha sikerül tartani az ütemtervet, a paklit megvásárlók néhány hétre előre tudni fogják, hogy a melyik harckocsi lesz a következő. Ezzel kapcsolatban annyi kérésem lenne, hogy ezt ne írják le kommentben. A következő rész mindig legyen meglepetés. Akinek még a 42 lap sem lenne elég, annak örömmel jelenthetem, hogy emellett a sorozat három további videóból lett lapot is tartalmaz. A hetszert, mert kabala nélkül nem pakli a pakli, az Zrínyi páncélvadászt, mert ha a verses ötletem nem is tetszett, az egyetlen magyar gyártású majdnem páncélvadást is szívesen látom, valamint egy egyenlőre szintén titkos, ugyancsak a nézők által kért, kitalált II. világháborús magyar páncélost. Ez azt jelenti, hogy összesen 45 harckocsiról van szó, plusz egy magyarázó elemről, ami egész kis zseblexikonnál változtatja a paklit. Az érdeklődőknek mondom, hogy bár ez a pakli csak az 1916-tól 1949-ig rendszeresített típusokat tartalmazza, ez a négy évad nagyjából a teljes sorozat fele, mert a harmadik és negyedik évad dupla hosszúságú. Ha eljutok a végére, igény esetén az ötödik és azutáni sorozatokból is csinálhatok hasonló paklit. Ez tehát az első pakli, de egy korábbi kérdői alapján úgy tűnt, hogy bár sokakat érdekelne egy egyedi kártyapakli, de játékkártya, nem pedig autós kártyaszerű formában, ezért örömmel jelenthetem, hogy itt az alternatíva. A páncélos pakli párja a páncélos magyar kártya. Ez a szett egy hagyományos magyar kártya, csak jobb, mert ez páncélos, vagyis nem teljesen. Azt gondoltam, hogy unalmas lenne még egyszer elsütni csak a harckocsikat, miközben sokak különösen érdeklődnek a második világháborús hadi technika iránt, ezért a színek egy ország komplett második világháborús jármű palettájáról szólnak. Szeretném, ha lenne egy kis meglepetés, ami a másik paklinál sajnos lehetetlen, ezért erről egyelőre csak dióhéjban. A lapok a Schneider József évszázados metszeteit tartalmazó klasszikus piatnik kártya elrendezését követik, de ahogy említettem, második világháborús harcjárművekkel. Minden szín egy országnak felel meg. A piros a lengyelek, a tök az olaszok, a zöld a csehszlovákok, a mag pedig a magyarok. Maguk a lapok szintén megfelelnek a magyar kártyának, de Telvilmos története helyett különböző harcjárműveket tartalmaznak. Ezek emelkedő sorrendben a következők. A legkisebb értékű lap egy terepjáró vagy vontató, amely fölött található egy teherautó, egy páncélautó és egy kísérleti harckocsi. A második csoportból az alsó egy könnyű harckocsi, a felső egy közepes harckocsi, a király egy legalább nevében nehéz harckocsi az adott ország koronájával, az ász pedig mi más egy páncélvadász. Többeknek tetszett, hogy a harckocsis videók végén találgathattak a következő részre, de nem akarok teljesen zsákba macskát árulni, ezért minden héten bemutatok néhány lapot az adott színből. Elsőként a tavasz, azaz a lengyelek érkeznek. Ahogy látható, a lapok gyakorlatilag a magyar kártyák, csak új grafikával. Ezek az előző paklival szemben nem tartalmaznak adatokat, de a biztonság kedvéért feltüntettem az egyes típusok neveit. Ebből egy telefon apró képernyőjén nem sokat látni, ezért a kártyalapok megtalálhatók a honlapon, link a leírásban. Emellett a következő hetekben minden videó egy-két még nem látott kártyát fog bemutatni az adott színből. Jövő héten például az olaszoktól, ezek szintén felkerülnek az oldalra, de nem lehet beszavazni, hogy a következő héten melyik kártya kerüljön a pakliba, mert már minden készen van. Ez tehát a két pakli, egy 45 plusz 1 darabos páncélos pakli és egy 32 darabos magyar kártya. Remélem sikerült felkeltenem az érdeklődést a kártyák iránt, ugyanis a következőkben a kevésbé izgalmas, de fontos technikai és egyéb oldalról lesz szó. Magukról a kártyákról csak egy megjegyzés. A lapok mérete 85 x 55 mm. Nincsen különösen nagy kezem, de kézbevéve a kártyalapok elképesztően kicsinek tűnnek pedig mindkét oldalon mindössze 1-2 mm kisebbek a bridge típusú francia kártyánál és a piatnik autós kártyáinál. A kártyák normál méretűek, jól látható, hogy mennyivel nagyobbak a szabványos mini kártyánál. Elsőre olyan aprónak tűn, de megnyertem minden itthoni kártyámat, amit csak találtam, és mindegyik majdnem ugyanekkora. A következő dolog a beszerzés. Ezt a két kártyapaklit kizárólag egyfajta ajándékként kínálom a sorozat kedvelőinek. Nem akarok nyerészkedni rajta, a célom kizárólag a lehető legjobb minőség elérése volt megfizethető áron. Nincsen boltom, és ha lenne, az sem segítene, ugyanis ezt nem tudnám otthon elkészíteni. A profi minőséghez mindenképpen meg kellett bízzak egy nyomdát, ami viszont problémát jelent, ugyanis ők nem gyártanak külön egy-két paklit, ezért a projekt közösségi finanszírozásként fog megvalósulni. Ennek lényege, hogy az érdeklődők befizetik a költséget, amiért cserébe, amikor elkészül, megkapják a terméket. Gyakorlatilag olyan, mint egy webbolt, csak nem azonnal történik a szállítás, bár gondolom a crowdfundingot 2020 végén nem kell bemutatnom. Ezt a fajta finanszírozást éppen ilyen esetekre találták ki, csak hogy itt kezdődtek a nehézségek. Több amerikai, közösségi finanszírozással foglalkozó honlap létezik, amelyek közül a legismertebb a Kickstarter, csak hogy ahhoz szükség van egy amerikai cégre, ami ugye nincs, és hasonló a probléma a legnagyobb rivális indigógóval is. Léteznek ugyan kisebb európai közösségi finanszírozási cégek, de ezek általában egy-egy nyugati országra koncentrálnak, ráadásul a szolgáltatásért cserébe leveszik a hasznukat, ami általában 10%, ezért olcsóbb alternatív megoldás után néztem. Így jött a képbe a Stripe, egy másik amerikai vállalkozás. A Stripe kifejezetten elektronikus fizetési rendszerekkel foglalkozik, és egy e felmérés szerint a világ negyedik legnagyobb értékű startupja, maga mögé utasítva az Airbnb-t és a SpaceX-et. A Stripe szolgáltatását világszerte szó szerint több millió cég használja, köztük a Udemy és a Reddit, sőt az Indiegogon is a Stripe rendszerén keresztül történik a fizetés, és ami a legjobb, idén nyártól már 42 országban elérhetők, amiből az egyik Magyarország, bár a kisebb cégek mellett, ahogy láttam, itthon egyelőre csak néhány tucat cég használja, olyanok, mint a parlament.hu vagy a szállás.hu. Kicsit elkalandoztam, de a lényeg a következő. Amennyiben megtetszik egyik, másik vagy mindkettő kártyapakli, a következőképpen vásárolhatod meg. Az alábbi linken vagy a honlapon keresztül eljuthatsz a Stripe oldalára, ahol kiválasztatod a neked tetsző kártyát, majd ugyanúgy fizethetsz, mint bármelyik online boltban. Minden a Stripe felületén keresztül történik, így megfelel a hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályoknak. A kártyák összesen négy héten át, 2020. november 21-e éjfélig rendelhetők. Az összes többi crowdfunding kampányhoz hasonlóan ez idő alatt nem lesz szállítás, mert ahogy említettem, össze kell várjam az összes megrendelést, mielőtt megbízom a kiválasztott nyomdát, majd mindenki egyszerre megkapja a rendelését. Fontosnak érzem hangsúlyozni, hogy ez a kampány csak és kizárólag e két pakli értékesítéséről szól. Ahogy a későbbiekből kiderül, semmiképpen sem szeretném kizsákmányolni a nézőket. A hagyományos közösségi finanszírozási kampányokban a jutalom szerkezet dinamikus változtatásával manipulálják a potenciális fevőket. Itt viszont nem lesz olyan, hogy ha még egy csomó pénzt befizetsz, kapsz valami plusz kacatot. Csak és kizárólag három lehetőség van. Csak az egyik pakli, csak a másik vagy mindkettő. Már csak egy-két dologról kell szótejtsek. Többek között ár és határidők. Mindkét kártya 4500-4500 forintba kerül, ez nekem elsőre kicsit drágának tűnt, mert ennél olcsóban is kaphatók a tucatkártyák, ha pedig a minőség nem számít, akkor sokkal olcsóban is. Mondjuk tegnap találtam egy magyar céget, ami 15 ezer forintért árul egy pakli kártyát, de azért ez már enyhe túlzás. Szeretnék teljesen átlátható lenni, ezért nézzük, hogy az ár milyen költségekből tevődik össze. Az első a tervezés, Összesen 78 kártyáról és két dobozról van szó, amin egy profi grafikus akár egy teljes hónapon át dolgozhatna, csak az a baj, hogy ha az adókkal és járulékokkal megnövelt fizetését visszaosztom néhány tucat potenciális megrendelésre, akkor több mint 10 000 forint lenne csak a grafika. Ezt én erős túlzásnak tartottam, ezért maradtam az általam megrajzolt, stilizált grafikánál, amiért egy jelképes, 500 forintos költséget számoltam fel a második a gyártás előkészítés. Akármennyit is dolgoztam a grafikán az elmúlt hónapokban, a nyomda mindkét paklinál felszámol egy egyszeri, több tízezer forintos grafikai költséget, ami paklinként körülbelül 700 forintba kerül. Valószínűleg ez nem fog 700 forintba beleférni, de az előzővel együtt az 1200 forintba remélhetőleg igen. A harmadik elem a gyártás. Ezen nincs mit magyarázni, a kész látványtervből egy nyomda segítségével bedobozolt kártyák lesznek, amit némi pluszköltségért kiszállítanak nekem. A következő a csomagolás. Először arra gondoltam, hogy egy szuper kis génulás hullámpapír dobozt veszek, amit megtöltök kukorica alapú, biológiailag lebomló térkitöltő csipszel, Airplus fóliával, vagy még jobb, habosított tasakkal, de aztán rájöttem, hogy talán nem kéne az ár 15%-át csomagoló anyagra költeni. Teljesen jó lesz egy sima légpárnás boríték is, elvégre ez is megfelelő védelmet biztosít a terméknek, és még a sorozatszámot tartalmazó köszönőlevéllel együtt is belefér 100 forintba, sőt, még egy simítózáras tasakot is hozzácsaphatok, utóbbi majd kiderül. A következő költség a szállítás. Itt is az a probléma, hogy a futárcégek elsősorban nagyobb vállalatokra és nagy értékű egyedi termékekre szakosodtak, hiszen ebben van a pénz, és általában még egy apró csomagért is jóval ezer forint feletti árat kérnek. Mindenképpen olcsóbb alternatívát szerettem volna, de az árak nagyjából egy szinten mozognak minden cégnél, ezért eszembe jutott, az egészet elküldöm levélként. Ez kicsit neces, mert a levél vastagsága a 24 mm-t nem haladhatja meg, de így a szállítási költség mindössze 500 forint, amiért mindenki készhez kapja a kártyákat. Ennek annyi hátránya van, hogy csak Magyarország területén belülre szállítanak. Természetesen lehetőség van országhatáron kívüli szállításra is, de ebben az esetben a megrendelőnek kell állni a szállítás többletköltségét, ami távolságtól függően elég combos lehet. A következő költség az adók és járulékok, ami 500 forint per kártya. Tudom, senki sem akar adót fizetni, de még így is sokkal jobban jövünk ki, mintha ki kellene fizetni az Európában a legmagasabb, a világon összesen a negyedik legmagasabb, 27%-os áfát, nem is beszélve az egyéb költségekről. Ezután még jön 200 forint, ami a Stripe költsége, ami nem a legjobb, de a Kickstarter 10%-a helyett 5%. Végül még egy tétel, 500 forintnyi tartalék. Ahogy feltűnhetett, minden összeget 100 forintra kerekítettem, ami nem a legpontosabb. A levélküldése például kicsit kevesebb, a gyártás és az adók kicsit több, de emellett fontos a vésztartalék, ugyanis mindig vannak rejtett költségek. Ide tartoznak a nem várt extra dolgok, például a hibásan megadott cím, emellett a mai gazdasági helyzetben elég valószínű, hogy a megrendelés idejére emelkedni fognak az árak. A másik dolgot már most is látom. A lehetőségekhez mérten igyekeztem a legjobbnak ítélt nyomdát kiválasztani, akik kis tételben is szállítanak, de csak 21-esével. Mármint szállítanak egyetlen paklit is, csak mind a 21-et kifizettetik. Ez azt jelenti, hogy a végén rajtam fog maradni körülbelül egy tucat kártya, amit persze ki kell fizessek. Következő dolog az időrend. Négy héten átrendelhetők a kártyák, a videó elkészítésekor itt tartunk most az elején. Ezután körülbelül két hétre van szüksége a nyomdának a gyártáshoz, majd még egy hétre, amíg mindent elpostázok. Ha minden jól megy, december 12 ig mindenkinek el tudom küldeni a megrendelését. Természetesen kisebb csúszások előfordulhatnak, de mindenképpen szeretném még december 19-e előtt feladni a rendelést, mert az utóbbi években a karácsony előtti napokon összeomlott a kiszállítás, amit mindenképpen el akarok kerülni. A záró összefoglaló előtt még nézzünk néhány potenciális kérdést. Számos közönségi finanszírozási kampánynál nem gyűlik össze elég pénz, nem képesek megvalósítani az ígéretüket, vagy egyszerűen eltűnnek a pénzzel. Hát ez nem kérdés, de azért nézzük, fordított sorrendben. Lassan egy évtizedet csinálom a honlapot, és évek óta a videókat. Bízom benne, hogy mindenki számára egyértelmű. Az egészet a nézőkért csinálom, és e számágában sincs feladni közel egy évtized munkáját. Ez nem is lenne bölcs dolog, mert maximum 1-200 ezer forinttal tudnék meglépni, de nyilván nem tartana sokáig, amíg a rendőrség begyűjtene. A megvalósulás valószínűsége közel 100%. Nem látok a jövőbe, de azt gondolom, hogy a tervem kidolgozott és átlátható. Nem ígérek lehetetlent, ez nem egy új technológia, ugyanis a projekt már félig készen van. A kártyákat már megterveztem, kiválasztottam a nyomdát és mindent előre elterveztem. Már csak a tényleges nyomtatás és a kiszállítás van hátra. Figyelj, a pénz nem probléma. Éppen azért választottam a közösségi finanszírozást, mert így pontosan tudni fogom, hogy hány paklira lesz szükség. Ha ötven ember érdeklődik, akkor ötvenet, ha több száz, akkor több százat. Nyilván a nézőknek csupán egy-két százalékát érdekli egy ilyen pakli, de így nem kell találgatnom. Pontosan annyi pakli lesz, amennyire igény van. Új kérdés. Kapok-e kedvezményt, ha mindkét kártyát megrendelem? Igen és nem. Nem, mert ahogy bemutattam, az ár minden részére szükség van, de gyakorlatilag egy pakli 4000 forint plusz 500 forintnyi szállítási költség. De mivel két pakli egy borítékba kerül, a szállítási költséget nem kell duplán kifizetni, tehát technikailag igen, több mint 10%-os kedvezmény jár, ha mindkét paklit egyszerre rendeled. Úgy kérdés. Mi van, ha lemaradok a kampányról? Hát az pech. Ahogy említettem, ez egy fix hosszúságú projekt, ami november 21-e éjféllel lezárul. Néhány példányal többet fogok rendelni, mert egy paklit szeretnék én is karácsonyi ajándékként használni, emellett jobb, ha több van, hát ha egy-két pakli se lejtes, de a kártyákat nem fogom árulni. Én senkit sem kényszerítek, hogy megvásárolja, és azért hagytam egy hónapot, hogy mindenki hosszabb ideig elgondolkozhasson, megéri -e neki a dolog, de mindenképpen még karácsony előtt szeretném, ha mindenki készhez kapná a rendelését, már pedig a gyártás fix idejű. Drágálom az árat, nem tudjuk-e megoldani okosba? Nem, mert ahogy említettem, minden forintra szükség van, és fegyelmezett adófizető állampolgárként még csak nem is gondolunk az adó elkerülésre. Nem karácsony ajándéknak szánom a paklit. Mit tegyek? Semmi extrát. A kártyák remélhetőleg nem sokkal karácsony előtt fognak eljutni a megrendelőkhöz, de értelemszerűen mindenki arra használja őket, amire csak akarja. Hol követhetem, hogy hogy áll a projekt? A videó leírásában található linken. Egyelőre több kérdés nem jutott eszembe. Ha bármilyen kérdésed van, írd le ennek a videónak a leírásába, vagy a képen látható e-mail címre igyekszem mindenre válaszolni, bár a YouTube néha számomra érthetetlen módon egyes megjegyzéseket egyszerűen nem mutat. De nem tudom miért, nem rakja be őket a spambe, csak úgy dönt, hogy ezek nem fontosak, vagy nem tudom. Még egy dolog, igazából kettő. Egyrészt, ha idáig eljutottál, akkor gratulálok. A 21. században végignézni egy ilyen unalmas videót nem kis teljesítmény. A fontosabb dolog, Nincsen semmilyen közösségi oldalam, ezért annyit kérnék, hogy erre a videóra, de legalábbis magára a lehetőségre hívvel a téma iránt érdeklődő ismerősöd figyelmét. Értelemszerűen nem kell elárasztani a nagy Twitter figyét, de a 4500 legkitartóbb néző kivételével erről a videóról valószínűleg nem sokan fognak tudni. Már csak azért sem, mert közben érkezni fognak az újabb videók, de talán néhány embert a digitális korban is érdekelhet egy ilyen hagyományos ajándék utolsó dolog, csak ismétlésképpen. A következő négy hétben, november 21-e évfélig rendelhetsz kétféle harckocsis kártyapaklit. A rendeléshez a videó leírásában található link segítségével eljuthatsz a Stripe oldalamra, ahonnan kiválaszthatod a rendelést, itt fizethetsz, és itt kell megadni a szállítási címet is. A rendelési periódus végén a rendel darabszámot a kártyákkal együtt továbbítom a nyomdának, majd a kapott paklit postázom. Mindent megteszek, hogy ez még idén karácsony előtt megérkezzen. A kérdések mehetnek a videó alá, vagy a már említett e-mail címre. Egyelőre ennyi. Köszönöm a figyelmet.